Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Csináld Magad Ötletek csatornán. Ma elkészítünk együtt egy ilyen cuki kis textilből készült ajándékzacskót. Az a különlegessége, hogy francia varrást fogunk alkalmazni. Itt nem lesz szükségünk bélésre, mégis nagyon szép és rendezett lesz az egész kidolgozása. Most pedig megmutatom nektek, hogy mi mindenre lesz szükségünk, hogy ezt a szép kis Csináld Magad zacskót elkészíthessük. Kelleni fog olló, mérőszalag, gombostűk, vonalzó, valamint szabókréta, hogy ezzel tudjuk a jelöléseket az anyagra rajzolni. Természetesen cérna fog még kelleni az anyaghoz illő színben, illetve szövetanyag, ez teljesen rátok van bízva. Lehet választani, amit itt mutatok, ilyen jersey anyagot, ez rugalmasabb, és ezáltal a tasakunk is rugalmasabb lesz. Választhattok pamut anyagot, azzal is nagyon jól lehet dolgozni, vagy akár használhatunk ilyen anyagot is, ami úgynevezett upcyclinggal, használhatunk régi terítőt. Van itt még ilyen szép kis szallag, illetve használhatunk ilyen pamut szallagot, hogy lezárjuk majd a kis szütyönket. Az egészet pedig a végén ki lehet egészíteni ilyen kis, saját készítésű, csinos kis dekorációval. Ha szeretnétek tudni, hogy hogyan kell ezeket a kis filcből készült akasztókat, dekorációkat elkészíteni, akkor itt a videóban pontosan meg is mutatom. Első lépésként természetesen méretre kell szabnunk az anyagot. Én hozzávetőlegesen, hogy a méretét úgy be tudjam határolni, egy ilyen kis dobozkát vettem, ami körülbelül az a méret, amit én majd beszeretnék csomagolni. Ezt a már kivágott anyagra helyeztem, hogy megnézem, megfelelő-e a mérete. Figyelni kell arra, hogy az oldalainak van-e elég hely, azt is számítsuk bele az anyagba. Azon kívül pedig ne felejtsük el, hogy ráhagyást is kell számolni így az anyag méretét tekintve. Ha így az egész oldalát el szeretnénk majd varni, akkor nem kell majd olyan sok ráhagyást számolnunk. Ha viszont úgy készítitek el, ahogy most én mutatni fogom, tehát francia varrással, akkor legalább egy olyan másfél-két centiméteres ráhagyást kell számolni. Azon kívül én egy kicsit hosszabbra hagytam a formáját, ugyanis majd a végén, így a tetejét, azt majd át szeretném hajtani. Ha megvan a csomagolandó tárgy mérete, amit bele szeretnénk rakni, vagy akár bármilyen méret, ez nekem egyébként 20 cm széles, a hossza pedig 30 cm. Ezután igazítsuk, vágjuk egyenesre az anyagot, majd el is kezdhetjük összevarni. Ha megvan mind a két réteg szövetanyag, és egymásra helyeztétek, itt fontos, hogy visszát a visszájára, tehát fonáklyukkal tegyük egymásra az anyagokat. Ha normál varrással varnánk ezt most végig, akkor színével tennénk az anyagokat egymásra. Mi viszont tehát francia varrással fogjuk elkészíteni, úgyhogy visszát a visszájára tettem, és mindjárt a következő lépésben meg is mutatom nektek, hogy ez hogy fog történni. Tehát most a két anyagot egymásra raktuk, gombostűvel végig fogjuk tűzni, ezután a három szélét be fogjuk szegni, az egyik keskenyebb oldalát pedig nyitva fogjuk hagyni. Ugyanis itt fogjuk az egészet megkötni kis kötözővel. Itt arra kell majd figyelni, hogy a szélén végig fogjuk szegni, de nagyon haladjunk a szélén maximum 5-10 mm-re. Ezzel tudjuk majd ugyanis szépen így a végén eldolgozni. Ha megvagytok a varrással itt a legszélén, akkor le kell vágni utána a széleit ollóval, hogy könnyebb legyen majd az anyagot kifordítani. Egyidejűleg pedig tudunk is igazítani itt majd a ráhagyáson is. Tehát ha láttok olyan részt az anyagotokon a szélén, ami egy kicsit szélesebb, akkor ezt így formára tudjátok vágni. Ha pedig ezzel megvagyunk, akkor foghatjuk az egészet és kifordítjuk. Ezzel gyakorlatilag a visszája lesz kívül, ezután majd le tudjuk vasalni simára. Ezzel tudjuk majd úgymond biztosítani, hogy a varrás az rendesen ott legyen a szélén. Ez azért fontos, mert ettől lesz szép rendezett a szütyünk. Ha kifordítottuk, akkor itt fogjuk most majd megvarni, de mutatom is, hogy hogyan.
levágtuk a ráhagyást, kifordítottuk az anyagot, levasaltuk, kivasaltuk szépen simára az egészet és a széleit, és most fogjuk a visszáját végig beszegni. Itt az a kulcsfontosságú, hogy a másik oldalon lévő ráhagyást azt bele fogjuk varni. Ezért majd varráskor ezt a ráhagyást bele kell számítani körülbelül fél egy centiméternyi hosszúságban. Pontosabban inkább egy centiméter, és így varjuk végig. Mind a három oldalán, amit az előbb beszegtünk. A negyedik szélét, oldalát természetesen nyitva hagyjuk, utána viszont majd szépen körbe tudjuk ezt is varni. Így néz ki, miután a három oldalát beszegtük. Itt látszik, hogy nagyon szépen bele lett varva a ráhagyás, tehát így eltüntettük. És ez így mindig egy elég szuper megoldás, hogyha nem akarunk bélést varni bele. És főleg az ilyen ajándékcsomagolásnál, az ilyen zacskóknál ez nagyon jó megoldás. Ha a szélekkel így megvagyunk, beszegtük, akkor levágjuk fönt. Itt így mutatom is, egy kicsit bevágjuk. Ezután azért érdemes lehet még egyszer beszegni, és így fogjuk majd ezt itt fönt megcsinálni, de mindjárt mutatom pontosabban. Tehát ez itt fönt a nyitott rész, amit majd egy szalaggal fogunk megkötni, és ezt a szélét itt fönt, ezt így most le fogjuk hajtani kétszer, duplán, és így fogjuk majd az egészet beszegni. Úgyhogy ezt így lehajtom, körülbelül ilyen 1 cm-es vastagságban, csak duplán. Így most már egészen jól látszódik, nagyon kis szép kezd lenni. Itt a ráhagyásra kell figyelni, csak azért, hogy ne legyen túl vastag, utána pedig be lehet szegni egyszer, vagy akár kétszer is. Ha kész is vagyunk ezzel, így kell kinéznie a visszáján. Itt fönt átvartam egyszer, ezzel egy kicsit jobb tartása is lett. Itt fönt pedig éppen azért vágtuk be, hogy ne legyen azzal gond, hogy a ráhagyás miatt túl vastag. Úgyhogy ezért figyelembe kell venni azt is, hogy milyen vastag az anyag, mert ha nagyon vastag, akkor nem biztos, hogy jól meg tudjuk csinálni a francia varrást, tehát hogy a ráhagyás benne legyen. Ha viszont vastag anyagotok van, akkor rendes, hagyományos varrással végig tudjátok varni. Abban az esetben az anyagot színre tesztek, úgy varjátok végig az anyagot, majd beszegitek cikcaköltéssel, majd kifordítjátok, hogy a színe legyen kívül. Ez viszont egy különösen dekoratív alternatíva, ami belül is szép. Most viszont ki is fordítjuk, hogy a visszája legyen belül, és így meg is tudjuk nézni, hogy sikeresen, ügyesen megvartuk, miközben így megfordítjuk, majd ki is kell nyomkodni szépen a sarkait, majd kicsit így megformázzuk, és ha ezzel meg is vagyunk, akkor belerakhatjuk az ajándékot. Én ezt rakom bele, ezt a kis dobozkát csak így próbának, ugye ez alapján mértem le, szuperül illik is a méret hozzá, majd választhatunk mellé egy szép kis ajándékkötőző szallagot, és ezzel összekötjük. Ha pedig szeretnénk, akkor készíthetünk ugye ilyen kis saját kezű díszítést, és akkor azt így ezzel hozzá tudjuk rögzíteni. Ha szeretnénk, akkor pedig ide föntre még korábban egy zsinort tudunk belevarni. Akkor itt fönt mindössze az egészet egy kicsit vastagabban kell kialakítani. És itt egy kis részt a varrásnál nyitva kell hagyni, és ott érdemes egy kicsit levarni, hogy nehogy ott fölszakadjon majd. Akármelyik verziót is választjuk, ez így egy nagyon szép kis megoldás csomagolásra, és természetesen többször felhasználható. Ha esetleg van még kérdésetek a francia varrással kapcsolatban, mert azért nem mindig megy ez elsőre olyan flottul, akkor készítettem erről is egy videót, és abba bele tudtok nézni itt. Remélem tetszett nektek a mai videó, ha így van, akkor adjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a Csináld Magad Ötletek csatornára, és kapcsoljátok be az értesítéseket. Köszönöm, sziasztok!